Hát minden ajánlat. Hát egy mozdulat, egy szó, egy mondat. Tulajdonképpen mindenkinek vannak félelmei a nyilvános szerepléstől, vannak viszont, akik azt gondolják, hogy jó ezekkel megküzdeni. A Hepp Színház improvizációs tréningjei a Grun nevű helyen arról szólnak, hogy valami olyasmit hozzanak ki a résztvevőkből, amit maguk sem gondoltak volna, hogy megvan bennük. Itt formák és keretek vannak, nincs szöveg, nincsen megírt szöveg. Tehát ez egy intellektuális játék, ugyanakkor, ha valaki nem érzéki módon játsza, akkor mégsem működik. Gondoljon erősen a szeretőre. Mostanra az improvizáció egy önálló színházi műfaj lett, de mint próba folyamat természetesen mindig is létezett. Vagyis egy jelenetet kipróbáltak többféleképpen. Az improvizációs színházban viszont a kipróbálás a közönség előtt történik, és ez maga az előadás. Azért biztatok mindig arra minden játékostársamat, hogy merjen bebukni, mert olyankor hiszik el, hogy ez tényleg, hát bebukott, hát nem sikerült, hát nem jött össze, hogy ez most történik, és nem mindig sikerült.